Sziasztok! Ebben a videóban a Quasar új, vezeték nélküli fülhallgatóját mutatjuk be nektek. Nézzük, mi van a dobozban. Kapunk hozzá egy használható utasítást magyar nyelven is, egy töltőkábelt és kettő füldugót. Hogy néz ki maga a fülhallgató, illetve a tok. A fülhallgató egy tölthető és töltő tokban van. Látjátok, éppen a kék visszajelzés mutatja, hogy a tok feltöltött állapotban van. A tokban lévő akkumulátor 500 mA-es. Ez majd később elmondom, miért fontos. Van egy bemenetünk, egy micro USB bemenetünk, amihez használhatjátok a kapott töltőkábelt is, de a telefonotoknak is a töltőkábel abszolút ide használható. A töltőtok mágnessel záródik, hogy elkerüljük a kocogást, lötyögést. Ez egy stabil, könnyen kezelhető kis tok. Így néz ki benne a fülhallgató. A fülhallgató a tokban minden esetben töltődik, ha a tok feltöltött állapotban van. A fülhallgatók egyesével 50-50 mA-esek, azaz a tok a két fülhallgatót 5 alkalommal nulláról teljesen képes feltölteni. A fülhallgatók is egy mágnes segítségével maradnak stabilan benne a tokban, illetve itt látjátok a két kis érintkezőt is, ahol a töltés megkezdődik, illetve a feszültség átadódik. A fülhallgató így néz ki. A jobb oldali verzió nem csak fülhallgató funkcióval bír, ő az, hanem egy beépített mikrofonja is van, ami telefonkiegészítő funkcióval bír, azaz, amikor éppen vezettek, tömegközlekedtek, nem kell a telefonotokat kivenni a zsebetekből, hanem a fülhallgatón keresztül is tudtok kommunikálni. Ennek a jobb oldalinak a főgombja képes visszahívni az utolsó számot, amit titeket keresett, és természetesen fel is tudjátok vele venni a hívást, és le is tudjátok vele tenni a hívást. A két fülhallgató főgombját egyszerre megnyomva, hosszan, a visszajelző lámpák kigyulladnak, és egymással párosodik a két eszköz. Ezt követően tudjátok utána párosítani őket a telefonotokkal. Kicsit közelebb emelem, hogy látszódjon a kék-két felvillanás. Éppen most el is kaptuk. 5.0-as Bluetooth kapcsolat, ami nem csak hangminőségben szuper, hanem a távolság a fülhallgató és a telefon közt is nagyobb lehet, mint általában. Mondjuk a 4.0-asnál ez kb. 10-15-20 méter. 5.0-nál ez akár 40 méter is lehet. Oké. A fülhallgatók prémium hangsugárzókat kaptak. Ez azt jelenti, hogy nem csak a közép vagy a magas tartományban kaptok majd prémium minőségű hangokat, hanem a mély, azaz a basszus is szuperül szól. Mutatom őket még egyszer. Közelebbről. Próbáljátok ki, használjátok. Elérhető már a webshopunkban, és minden viszonteladónknál is. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!